gróf Batthyány Lajos 1849. temetésére vonatkozólag teljes hiteles forrásból újabban még a következő részletekről értesül. Írta a Vasárnapi Újság 1870. június 26-i számában. A grófné férje holttestének átvételével dr. Hausmannt, a család házi orvosát bízta meg, s neki ez iránt írásbeli felhatalmazást is adott. A kivégzés után a holttest a katonai szabályok szerint 3 óra hosszat a vesztőhelyen hagyatott, a katonaság által őrizve. Ez alatt sikerült dr. Hausmann fáradozásainak, noha nem csekély nehézséggel a katonai hatóságoknál kieszközölni, hogy a holttestet a 3 óra elteltével felboncolás véget a Rókus kórházba szállíthassa, és azután a Pest Józsefvárosi temetőbe egyszerű, névtelen és jel nélküli sírba eltemettethesse. A holttestnek a családi sírboltba szállítása határozottan megtagadtatott. Dr. Hausmann szállítatta el tehát október 6-án este a holttestet a vesztőhelyről a Rókusba. A 49. temetés további folyamát egy másik szemtanú, Szántófi Antal, akkor pesti, alesperes plébános, most prépost és esztergomi kanonok részletesen leírja a reformban. Dacára a ma sok, akkoriban ugyan elég veszélyes kellemetlenségnek, melyekbe a fennemlített abbéval együtt a fennlebi látogatás miatt a hadi törvényszék előtt jutottam, most, miután a család bizalmával annyira megtisztelt, minden gondom oda irányult, hogy a boldogultnak hűlt tetemei legalább tisztességes eltakarításban részesüljenek, emlékezik vissza dr. Hausmann. Felkértem tehát a koroda akkori igazgatóját engedni meg, hogy a boldogult a Szent Ferenc rendiek kriptájába vitethessék, mint ő azonban a kapott szigorú parancs folytán nem tartott megengedhetőnek. Végre mégis sikerült arra bírnom, miszerint megengedte, hogy saját felelősségemre a Józsefvárosi temetőben történhessék az eltakarítás. Ezek után siettem a boldogult Dank Agáphoz, a Szent Ferenc rendiek akkori házfőnökéhez, ki, mondhatom, valóban hazafias kegyelettel, szívességgel, késznek nyilatkozott előadott szándékom kivitelére, segítkezett nyújtani, s a boldogult gróf tetemeit a zárda sírboltjába fogadni. Ezen előkészületek után meg kell vallanom, egy kis, tán így körülmények közt megengedett cselfogáshoz kellett folyamodnom. Miután színleg plébánián temetőjében sírtást adtam volna, Hausmann orvostudor és Bartfaini kíséretében esti 10 óra felé bérkocsiban megjelentem a Rókusi koroda kapuja előtt, mely egy néhány perc múlva kinyilván a boldogult miniszterelnök tetemeit egy egészen közönséges, mint nevezni szokták, létrás szekér vitte kifelé, mint rendelve volt, a Józsefvárosi temetőbe. Hárman a fiakerben nyomban követtük minden akadály nélkül, csak a vámháznál a katonai őrség vizsgáltatta a halott és kocsi tartalmát, míg végre a temetőbe érve leszálltam a kocsiról, és mint a hely ura, színleltem kissé, szigorúbb szavakban kifejezést adva, tettetett elégedetlenségemnek, az ásott sír nem elegendő mélysége s egyéb célserősége felett, ez ürügy alatt a halottas kocsistak megparancsoltam, hogy miután éjjel új ásás által a dolgon segíteni nem lehet, forduljon vissza, s hajtson, amerre parancsolni fogom. S így történt, hogy ismét a vámház mellett el,
ahol többi kérdőre nem vontak, egyenesen a Szent Ferenciek zárdája felé hajtattam, hol mintegy éjjeli 11 óra felé érkeztünk meg, s hol már vártak bennünket. Boldogult Dank Agáp néhány csak öregebb páter kíséretében, kik a titokba be voltak avatva, égő fáklyákkal fogadott bennünket. A halottas kocsi hazarobogott, a hűlt tetemek pedig a sírboltba vitettek, és egyházi szertartás mellett néhány atya és segítkedő jelenlétében ünnepélyesen beszenteltettek. A sírboltnak márványtáblával való elzáratását a legszigorúbb titoktartás kölcsönös kérelme követte. Batthyány Lajost az új épület egyik udvarán ütték le 1849. október 6-án, ugyanazon a napon, amikor a 13 további vértanút Aradon kivégezték. A Magyar Királyság törvényesen megválasztott egykori miniszterelnökének holttestét, a Rókus kórházba szállították, és az osztrák hatóságok a Józsefvárosi temetőben a szegények ijeltelen tömegsírjába kívánták eltemetni. Némi csellel Szántóffy Antal plébános és dr. Hausmann Ferenc, a család orvosa, a hatóságokkal elhitette, hogy a temetés megtörtént, de a testet a belvárosi Ferences templomba szállították, ahol Dank Agáp apát egy üres kriptában temette el. A kripta zárkövét, melyre az 1849-ben, október 6-án az Úrban elhunyt G.B.L., vagyis gróf Batthyány Lajos, áldás és béke hangaira szöveget vésték, fordítva helyezték el, azaz a felirat befelé nézett. Az 1870. januári pesti városi döntéssel a szervezés elkezdődött, de sok buktató volt még. Zavart okozott, hogy az első programtervezetben még a kormány hivatalos jelenlétével számoltak, de végül az a döntés született, hogy a kormány tagjai és a képviselők csak mint magánemberek lehetnek jelen gróf Batthyány Lajos temetésén. Mielőtt a nagy halott tetemeit ünnepélyesen eltemetnék, a Barátok templomának sírboltjában fekvő tetem ugyanazonosságát kellett bebizonyítani. E végből március 29-én délután 4 órakor az elhunytnak fia, Elemér, az evégből kiküldött bizottmány és a kolostor papi személyzete a sírboltban összegyűlt. A bizottmány tagjai közt voltak Thaisz Elek, dr. Flór, Királyi Pál, Stupa György és még mások. A kolostor főnöke kíséretével együtt teljes, szertartásos díszben jelent meg a sírboltban, mely ünnepélyesen meg volt világítva. A nagy halott sírboltja a föld mélyében van elhelyezve, s egy márványtábla jelzi a következő felirattal. 1849-ben, október 6-án az Úrban elhunyt G.B.L., vagyis gróf Batthyány Lajos. Áldás és béke hamvaira. E márványtáblát csak néhány év előtt helyezték oda. Az abszolutizmus uralgása alatt e táblára csak a GBL kezdőbetűk voltak vésve, s maga a tábla is befele volt a sírboltba falazva, nehogy a kolostor e féltett titkát avatatlan szemek feltalálják fedezni. Volt idő, mikor szándékosan kellett azon hírt terjeszteni, hogy a grófulláját elvitték a kolostorból, s e hír még legutóbbi időkben is sok hívőre talált. Noha tényleg a hulla folyton ott őriztetett, de a fentebb érintett óvatosság mellett. A nagy halottnak nyughelyét konstatálván a sírbolt felnyittatott.
A kőműveseknek sok dolgot adott a bolthajtás áttörése, míg a koporsót ki lehetett venni. A koporsó már igen roncsolt állapotban volt, s a legnagyobb elővigyázatra volt szükség, hogy a be nem balzsamozott hulla minden nagyobb rázkodástól megőriztessék. A sírbolt szabad terére kihozatván a koporsó teljesen széthullott. A tetem is már nagyon enyészetnek indult. Az elhújtnak szép, nagy szakálla azonban teljes épségben fennmaradt, és annak színe is bizonyossá tevé az ugyanazonosságot. A koponya már szétmállott, de még mindig meglátszik azon golyó helye, mely a nemes éltet kiholtá. A hulla fekete ruhába volt öltöztetve, s az öltözett darabok közül a posztomellény maradt meg legjobb épségben. Azonban a fekete bársonykabát, melyben a vértanú elhunyt, szintén megismerhető, se néhány fából készült gomb még épp maradt. Az eredetileg fehér faforgács, melyen a gróf feje nyugodott, vörössé vált. Az arcvonások felismeréséről a hulla éj állapota mellett természetesen szó sem lehetett, azonban a hulla ugyanazonossága mégis kétségtelenné vált, annál is inkább, hogy ezt az azóta folyton ott lakó szerzetesek is lelkiismeretük szerint bizonyítják. Ezeknél fogva a bizottmány konstatálta az ugyanazonosságot, és erről körülményes jegyzőkönyvet is vett fel. Ezek után a hullát nagy vigyázat mellett egy új érckoporsóba helyezték, és ezt az eltemetés ünnepélyeig bezárva a sírbolt szabad terén őrzik. A kolostor főnöke a szokásos szertartások mellett szentelte be a hullát, és imát mondott az elhunyt lelkének üdvéért. Ezek után az elhunyt fiához és a bizottmányhoz fordulva beszédet tartott, melyben kiemelte, hogy a szerzet mi híven őrizte meg a legnehezebb körülmények között 22 hosszú éven át a nagy hazafi hulláját. A pesti városi törvényhatóság határozatának engedve a szerzet átadja a gróf maradványait a bizottmánynak, hogy másút helyeztessenek örök nyugalomra, de megjegyzi, hogy a kolostor csak nehezen tud megválni e drágává vált kincsétől. Ezután a kolostor főnök az éppen szerkesztett jegyzőkönyv egy példányát kérte ki magának, hogy azt, mint becses emléket a kolostor levéltárába tehesse. Kijelentette egyúttal, hogy azon helye, hol a nemes gróf eddig nyugodott, a kolostor méltóképpen meg fogja lejelölni, s végül kérte, hogy az ünnepélyes temetésen engedtessék meg a szerzetnek is a részvétel. Királyi Pál, a bizottmány elnöke, a város nevében mondott köszönetet a szerzetnek hazafias magatartásáért, és kinyilatkoztatta, hogy a méltányos kívánságok minden esetre teljesítetni fognak. Végül a koporsót a város, a szerzet, gróf Batthyány Elemér és királyi Pál pecsétjeivel pecsételték le, és ezzel a nap ünnepélyes és komoly feladata teljesítve levén mindnyájan eltávoztak a sírboltból.